Köszöntöm a nézőket, ez a közügyek, Kartali Rita vagyok. Mai műsorunkban foglalkozunk a kormányalakítással és az önkormányzati választásokkal. 9. napja keresik a kis Danka Ilicet, megmutatjuk, milyen veszélyek fenyegetik a kisgyerekeket, és mit tehetünk annak érdekében, hogy minél nagyobb biztonságban tudjuk őket. Szó lesz arról is, hogy már lehet pályázni a 2024-es Szülőföldön Magyarul programra. Pénteken kezdődik a vajdasági magyar amatőr színjátszók találkozója Nagykikindán, belenézzünk a programajánlatba is. Tartsanak velünk! Milos Vucevic, jelenlegi védelmi minisztert, a szerb haladó párt elnökét javasolta kormányalakítónak Alekszandar Vucic, és már zajlanak az egyeztetések a frissen kiírt belgrádi és más önkormányzati választások kapcsán is. Vendégem Barát Gábor Gergely, politikai szakértő. Jó estét kívánok, köszöntöm a műsorban. Jó estét kívánok. Hát minek köszönhető, hogy Vucevic lett a kormányalakító? Számomra ez nem volt meglepetés, hogy itt a közügyek stúdiójában már többször az elmúlt hetekben arra a kérdésre mindig azt választom, hogy ki lehet, hogy valószínűleg Milos Vucevic lesz, és ennek két okot láttak. Az egyik ok, hogy ő a szerb haladó pártnak az elnöke, ő volt a listavezetője a szerb haladó pártnak a választásokon, illetve még jelenleg a technikai mandátumban miniszterelnök helyettes. A másik ok, hogy mert rendelkezik olyan politikai tapasztalattal, aminek köszönhetően ezt a pozíciót be tudja tölteni, hiszen ő 10 éven keresztül volt Újvidék város polgármestere, és ha nem tévedek, Újvidék a második nagyobb város Szerbiában, Belgrád után, illetve az elmúlt 2 évben, ahogy már volt róla szó, kormány alelnök, tehát miniszterelnök helyettes, illetve védelmi miniszter volt, és a védelmi minisztérium az egy kulcs minisztérium minden országban, tehát ő itt is fontos tapasztalatokra tett szert, illetve ne felejtsük el, hogy nem csak Szerbiában, hanem nagyon sok európai országban az szokás, az a, mondjuk, hogy a trend, hogy általában az a párt, amelyik adja a miniszterelnököt, ott általában a pártelnök az, aki végül miniszterelnök lesz. Ha a Vucevicről beszélünk, akkor milyen az ő stílusa, illetve az SHP-n belül milyen szerepet tölt be? Tehát ugye ő egy, most már az elmúlt egy évben fontos tisztséget tölt be, hiszen pártnak az elnöke lett, miután Alekszandar Vucic lemondott a pártelnöki tisztségről, és ő mindig is közeli munkatársa volt Alekszandar Vucicnak, illetve az, hogy ő második legnagyobb városnak volt a polgármestere 10 éven keresztül, és azt lényegében 3 választás után tudta elérni, tehát 12-16-os és 20-as választások után. Ez arra azt mutatja, hogy Újvidéken is volt neki támogatottság, illetve a párton belül is. Véleményem szerint igen, tehát a párton belül biztos, hiszen a párt őt jelölte, illetve őt támogatta az elnök, a párton belül tisztújításon elnöknek, illetve ő lett a listavezető, és az, hogy 3 választáson keresztül volt a listavezetője Újvidéken a szerb haladó pártnak, és például 3 után ő lett a polgármester, az azt jelenti, hogy a haladó pártnak is neki is volt, illetve van Újvidéken támogatottsága. Maga a kormányban, tehát a kormány munkájában nagy változást nem várok, hiszen lényegében egy folytonosságról beszélünk, hiszen továbbra is a haladó párt, a szocialista párt és a VMS fogja alkotni a kormányzó többséget. Itt most már csak az a kérdés, hogy a káder kérdés, tehát a személycserék, hogy hány új miniszter lesz, illetve hány régi fog maradni a kormányban. Ezt akartam kérdezni, ki lesz a csapatában? Hát ugye ez mindig a legnehezebb kérdés, illetve legnehezebb válaszolni, hiszen ilyen, ez a jóslás kategória. A kormányalakító szerint is eltalálta, úgyhogy akkor talán. De ugye először is mindig az első lépés, hogy a koalíciós pártok megegyezzenek arról koalíción belül, hogy ki melyik tisztséget, melyik minisztériumot fogja vezetni, és utána pedig a pártok eldöntik, hogy kit delegálnak. Most a jelenlegi miniszterek közül véleményem szerint, aki biztos, hogy marad, a Színi Semáli. Ő már húzamosabb ideje betölti a pénzügyminiszteri tisztséget, és a pénzügyminisztérium élén jó eredményeket tudott elérni. Az ő neve is felmerült, mint esetleges kormányfő, de miután ugye Milos Vucevic mellett döntött a párt, én úgy gondolom, hogy ő maradni fog pénzügyminiszter. Továbbá a jelenlegi energetikügyi miniszter asszony, Dubravka Djedovic is szerintem maradni fog, hiszen az elmúlt időszakban nagyon aktív volt, több a másfél évben, illetve az energetikai tárcélén eredményeket tudott felmutatni. Bratislav Gašić neve is szerintem ott lesz a kormányban. Most, hogy marad-e belügyminiszter, vagy nem, ez egy más kérdés, hiszen a haladó pártnak van egy olyan
hát bevált módszere, hogy cserélje minisztereket. Tehát gondolom maradnak a kormányon belül, csak más tárcákat fognak kapni. De mondjuk Bratislava Gáspárnak az elmúlt másfél évben egy komoly eredménye volt miniszterként, az pedig a migrációs nyomásnak a csökkentése, hiszen november óta itt Északbácskában, de Északban, illetve Nyugatbácskában is azt lehet észrevenni, tehát azt vettük észre, hogy polgárok, hogy migráns nagyon nincs, és annak köszönhető, hogy a miniszter, illetve a minisztérium komolyan lépett fel ebben a kérdésben. Továbbá Ivica Dačić, most ugye ő a szocialista párt elnöke, ő egyelőre külügyminiszter, de biztos, hogy a szocialisták egy kulcsminisztériumot kérni fognak. Na most, hogy az marad-e a külügyminisztériumban, ez a nagy kérdője. Miért? Hát azért, mert a washingtoni nagykövet Marko Gyurić lemondott. És néhány hónappal ezelőtt, vagy héttel ezelőtt, most dátumra nem emlékszek pontosan, de a köztársasági elnök úr már kijelentette, hogy Marko Gyurić jön haza, és fontos tisztséget fog betölteni. Na most, hogyha ő eddig nagykövet volt, akkor megtörténhet, hogy ő lesz a külügyminiszter. Na most, hogyha a kulcsminisztériumot kér a szocialista párt, és mondjuk a haladók megtartják a belügyet, de a honvédelem például megüresedik, hiszen Milos Vučević miniszterelnök lesz, lehet, hogy Dačić például honvédelmi miniszter lesz, de ez most még csak spekuláció részéről, de ő biztos, hogy miniszter fog maradni. Illetve még két nevet említenék meg, egy új nevet, amire a média már sokat spekulál, ez pedig Milica Gyurgyevics-Tamenkovszki, a fogadalomtevők, az Závetnici párt elnökasszonya, aki nem lépte át már a pártja a választási küszöböt december 17-én, de az utóbbi hetekben arról lehetett olvasni, hogy lehet, hogy a kormány tagja lesz. Most miután tegnap vagy tegnap előtt maradjunk az elmúlt két napban, ő kijelentette, hogy a pártja a haladókkal közösen indult Belgrádban, június 2-án. Ezzel kezdve, a mondattól kezdve én teljes mértékben látom annak lehetőségét, hogy Milica Gyurgyevics-Tamenkovszki is a kormánynak a tagja legyen, illetve még a jelenlevők közül, a jelenlevő miniszterek közül szerintem még esélyes a jelenlegi kisebbségügyi miniszter Tomislav Zsigmanov is, hiszen ő egy horvát kisebbség tagja, a Vajdasági Horvát Demokratikus Szövetségének az elnöke, és hát ugye ebből kifolyólag, hogy ő kisebbségiként a kisebbségi minisztériumot vezesse, ez abszolút ugye feljogosítja rá, illetve nem lenne rossz továbbra is, ott lenne, hiszen ez a horvát-szerb viszonyokon is tudna javítani, hogy egy horvát nemzetiségű a kormány tagja Szerbiában. Jana Brnabić ma délután írta ki a belgrádi választásokat, mire lehet számítani ezzel kapcsolatban? Ezzel kapcsolatban az már biztos, hogy akkor június 2-án választások lesznek Belgrádban, városi szinten. Itt most a nagy kérdés, hogy mikor lesznek a többi önkormányzatban a kérdés. És ugye ez miután tudott ma megegyezni a parlament kollégium ülésén az ellenzék, illetve a kormányzó többség. Hiszen az ellenzék hétfőn három követelést fogalmazott meg. Melyek voltak ezek? Hát a három közül kettő, amit elfogadott akkor a házelnök, az pedig, hogy a választói névjegyzéknek az átvésülése, tehát hogy naprakész adatokkal menjünk a választásokra, illetve hogy a közszolgálati televízióban, tehát a szerbiai rádió és televízióban, vagy ahogy röviden szoktunk az RTS-en, az ellenzék is megfelelően legyen bemutatva, tehát hogy kapjanak elegendő lehetőséget arra, hogy bemutassák a pártjuk, bemutassák a programjukat, illetve hogy is képzelik el a következő időszakot most az önkormányzati választások esetében. Ezt a kettőt a kormány, pontosabban nem kormányfő, most már házelnök, elfogadta azzal, hogy ő javasolta, hogy akkor a metodológiát is adja meg az ellenzék, hogy milyen módszerrel lehet átfésülni a választói jegyzéket. Na most a harmadik az pedig, hogy egyben legyen tartva a belgrádi, illetve a többi önkormányzati választás, amit nem fogadott el a házelnök, illetve nem fogadott el a kormányzó többség, és hogy oda jutottunk, hogy az ellenzék most egy ultimátumot adott, hogy ha nem lesznek egy napon, akkor ők nem fognak rajtuk részt venni. Most akkor ezek szerint nem lesznek egy napon a választások? Hát jelenleg a törvények értelemben nem lehet, hiszen a első dátum, ami a jelenlegi választási törvény értelemben az önkormányzati választásokról szól, az június 9, az egy héttel később, de a belgrádi választáson meg kell június 2-án tartani. Tehát itt egy hét különbség van, és ebből kifolyólag akkor az, hogy esetleg egyben legyenek tartva, ahhoz törvényt kellene módosítani, ahhoz rövidíteni kellene az önkormányzatoknak a mandátumát, illetve az önkormányzati képviselők mandátumát, és ugye egy kihangsúlyozta a házelnök asszony, hogy ők erre nem hajlandóak. Na most ezt április 18-áig lehet megtenni, tehát meglátjuk következő 15 napban, hogy esetleg lesz-e valamilyen változás, de mondjuk azt szerintem nem megoldás az ellenzék részéről, hogy esetleg ez miatt, hogy nem egy napon lesznek, ne vegyenek részt a választásokon. Minden esetre kinek kedvezhet ez, hogy másodikán Belgrádban lesznek választások, illetve az önkormányzati választásokat pedig másik dátumon tartják? Hát a belgrádi választást illeti, itt ugye mind a két féltől azt szoktuk hallani, hogy ő nekik megvan
a polgárok részéről a támogatottság. Ugye az ellenzék azért nem akart az első beharangozott dátumot április 28-át, mert hogy az egy héttel a pravoszláv húsvét előtt lenne, hiszen ugye a május 1-e, illetve a pravoszláv húsvét most lényegében az évben egymást követik. És ugye ez miatt, hogy a polgárok már Belgrádból akkor az ünnepek miatt lehet, hogy el fognak utazni, és hogy akkor nincsenek megfelelő eltételő, meg nincs megfelelő, megfelelő feltételek, mert hogy esetleg az ő szavazóik el fognak utazni. A kormány, a kormányzó többség a követelésének eleget tettek, és június 2-á lesznek, tehát ebből kifolyólag itt most nem lehet azt mondani, hogy június 2-a nem felelne meg az ellenzéknek. Ami pedig a nyarat illeti, hát ugye nyár olyankor azért az emberek többsége elutazik. Hát elutazik, nyaralnak, tehát ebből kifolyólag itt mindig az a kérdés, hogy egy ilyen esetben melyik pártnak van stabil, illetve fegyelmezett választói, tehát egy választó közönsége, aki még akkor is, hogyha kint 40 fokos meleg van, akkor is elmennek és szavaznak. Na most ebben tudjuk, hogy ebben jelenleg a Szerb Haladó Párt jobban áll, mint az ellenzék, hiszen a Haladó Pártnak egy biztos, fegyelmezett szavazóbázisa van. Meglátjuk, hogy hogy alakulnak a választások. Barát Gábor Gergelynek köszönöm, hogy a vendégem volt. Megtiszteltetés volt. Kilencedik napja keresik az eltűnt Danka Ilicset. A 2 éves kislány ugye az egész országot foglalkoztatja. Mindenki találgat, hol lehet, elveszett vagy elrabolták. És téma az is, vajon vigyázunk-e eléggé a gyerekeinkre. A következő riportunkban megmutatjuk, milyen veszélyek fenyegetik a kicsiket, és mit tehetünk annak érdekében, hogy minél nagyobb biztonságban tudjuk őket. Ezt a sötétben készült, nehezen kivehető videót nézegeti napok óta mindenki, aki követi a kis Danka körüli eseményeket. A felvételt egy Bécsben élő szerb állampolgár készítette. 2 nő látható rajta, nagy utazó táskákkal, és a kislány, aki valóban nagyon hasonlít Dankára. Hogy tényleg ő van-e a videón, nem erősítették meg az illetékesek, a helyzetről azonban gyorsan értesítették az osztrák hatóságokat, akik most szintén nagy erőkkel keresik az eltűnt szerbiai gyereket és a felvételen látható nőket. Egyelőre azonban semmilyen fejleményről nem számoltak be. A videón szereplő kislány nyugodtnak tűnik, nem sír, nem kiabál az anyja után, nem próbál elszökni. Emiatt sokan nem is hisznek benne, hogy Danka az. A klinikai pszichológus szerint azonban az ilyen kicsi gyerekek gyorsan adaptálódnak az új környezethez, és mivel a felvétel 6 nappal az eltűnést követően keletkezett, könnyen megeshet, hogy a kislány már megbarátkozott a vele lévő idegenekkel. Dete se ponaša normalno u skladu sa ove godinama kao i svako drugo dete, ove pri čemu je ovo jedan možda dosta važan aspekt koji treba da istaknemo da deca se jako brzo adaptiraju na ove nove ljude, nove uslove, nove okolnosti i da negde možemo da očekujemo sasvim normalno ponašanje ukoliko je to i Danka već posle 2 do 3 dana. Minden, ami a 2 éves kislány eltűnése kapcsán zajlik, szokatlan. Véli Ibro Ibrahimovic, az embercsempészet elleniroda munkatársa. Szerinte ugyanis nem reális, hogy egy ilyen korú gyerek ilyen messzire kerüljön és nyomtalanul eltűnjön. Hozzátette, az impulzív és nem tervezett emberrablás kizárható, ugyanis az ilyen cselekményeket mentális betegségben szenvedők követik csak el. Kada su otmice u pitanju, moramo reći da je da su one planirane, dakle da se istražuje i prikupljuju informacije o detetu, o roditeljima, njihovo kretanje i njihova rutina. Kada pričamo o trgovini ljudima, gotovo da ne postoji slučaj trgovine decom radi ilegalnog usvajanja. I to je ono što je važno kad pričamo o mogućnosti da Danka bude predmet trgovine ljudima. Az Amber Alert nevű rendszer hivatalos tájékoztató videójából látnak részletet. Ebben is egy emberrablást imitálnak.
oko 16 časova u Subotici na Prozici. Amber alert. Otmičari su vozili plavi kombi bez registarskih oznaka. Otmičar je nosio crni kačket i brown kožnu jaku. Devojčica je na sebi nosila roze jaku, svetlo plavi farmerke i ljubičasti rane. Sumnja se da je plavi kombi poslednji put viđen na autoputu u blizini Bačke Topole. A videóban szereplő eset szerencsés véget ér. A gyors reagálásnak és a lakosság bevonásának köszönhetően kézre kerítik az elkövetőt, a kislány pedig sértetlenül visszakerül a családjához. Danka esetében is ezt a forgatókönyvet vártuk. A hivatalos nemzetközi adatok szerint ugyanis az Amber Alert-tel keresett gyerekek 95%-át 3 napon belül megtalálják. Danka esetében azonban a 9. napnál tartunk, és továbbra sem tudni, hol a kislány. Sőt, az egyik legfontosabb kérdés sem tisztázott, hogy elveszett, vagy elrabolták. A 2 éves kislány eltűnése minden szülőt megrázott. Mindannyian belegondoltunk, mit is tennénk, ha gyerekünknek egy óvatlan pillanatban nyoma veszne. Már több mint 20 éve annak, hogy Molnár Andrea 3 éves gyereke egyik pillanatról a másikra eltűnt, de még most is nehéz szívvel gondol vissza azokra a percekre. Oliver szerencsére előkerült, sértetlenül, jókedvűen. Lakáskészítésben, meszelés, pakolásban voltunk benne, és ugye akkor még csak ők ketten voltak, ő és a középső, most a középső, a kicsi meg még a legkisebb úton, és a nagy pakolászásban, meszellésben, készülődésben egy pillanatban csak arra figyelek föl, de hogy mennyi időt telt el, nem tudom, hogy csönd van. A kislány az elaludt a babakocsiba, a legöregebb pedig sehol. Ugye ilyenkor mindjárt az ember beindul, udvar nincs lakásban, nincs az utcán, nincs, és kiabálunk neki, hogy hol van, merre van, szólítgassuk nevéről, nincs a gyerek. És volt egy útvonal, amit napi szinten bejártunk ugye ebbe a lakáskészülődésbe, az egyik rokonomnál volt az úgymond bázis, amit így napi szinten bejártunk gyalog, hogy a két gyerek, mert nem volt messze, ez ilyen nagyjából 800 méteres táv, és ugye nincs, akkor kiabáltam a férjemnek, hogy nincs a gyerek, keresük, ő autóba az egyik irányba, én a gyerekkel, a kislányjal, a babakocsival a másik irányba, és odaértünk a rokonhoz, be a nagykapun, nincs a gyerek, segíts, keressük, stb. Stb. Erre azt rokonom, hogy nincs. Mondom, nincs, eltűnt. Nem megfordultam, eltűnt. Azt mondja, itt van. Az előbb jött meg. A legfontosabb persze a megelőzés, melynek fontos része, hogy megtanítsunk a gyerekeknek néhány fontos szabályt. A szabadkai származású Rálit Jeleonóra Belgrádban él és 3 gyereket nevel. Komoly kihívás ez, maximális koncentrációt igényel minden pillanatban. Igyekszem olyan játszótereket választani, amik zártak, hogy akkor ne tudjanak kimenni, meg ugye a sétány mellett, ha vagyunk, akkor a biciklik is egy plusz veszélyforrás. Ha viszont olyan helyen vagyunk, ahol nyílt, ott azért mindig egy-két anyukával együtt szoktunk menni, vagy apukával, és akkor így több szem, többet lát, és mindannyian figyelünk a gyerekekre. A sajátunkra is, meg nyilván ugye a barátaink gyerekeire is. Amit mi mindig elmondunk a gyerekeknek, hogy csokoládét, nyalókát, édességet, játékot, semmit nem szabad elfogadni az idegenektől. És nagyon érdekes volt egy feedback, amikor elmentek síelni, és a nagyobbik kislányom ugye egyedül volt a síiskolában, és felhívott az oktató, hogy a kislány nem akar semmit enni. És akkor hát nyilván ugye ez azért volt, mert mi annyira napi szinten elmondtuk, hogy nem szabad semmit elfogadni idegenektől, hogy még a csokoládét meg az étel se fogadta el. És a síoktató meglepődve mondta, hogy hát ilyen még sose történt, hogy a gyerek a csokoládét visszautasítja. Úgyhogy mi igazából elsúlykoljuk beléjük, hogy idegenekkel ne nagyon álljanak szóba, és végképp semmit nem fogadjanak el. Az is hasznos lehet, ha a gyereknek megtanítunk egy családi jelszót, amire rákérdezhet az idegennél, ha az megpróbálja elcsalni. Fontos az is, hogy a gyerekek szóljanak a szülőnek, amint valami gyanúsat látnak, például idegen embereket, autókat körözni a környéken. A babákat és kicsi gyerekeket ajánlott mindig becsatolni a babakocsiba, nehogy valaki váratlanul kiemelje őket. A babakocsira pedig mindig figyelni kell. Nem szabad a bolt előtt hagyni, amíg épp csak beugrunk, vagy kitolni a kávézó teraszára, hogy a friss levegőn aludjon a kicsi. Fokozottan ügyelni kell a biztonságra a bevásárlóközpontokban, a piacokon, az autópályák melletti parkolókban, a benzinkutakon, a turista látványosság környékén, a busz és vasúti pályaudvarokon. Azt is meg kell tanítani a gyerekeknek, mit tegyenek, ha elvesznek,
Kitől kérhetnek ilyenkor segítséget? Jó, ha megtanulják a szülő telefonszámát, és persze a lakcímüket is. Szerbiában évente 1300-1500 gyerek eltűnését jelentik be. Túlnyomó többségük, mint ahogy azt a nemzetközi tapasztalat is mutatja, rövid időn belül előkerül. 30%-uk 24 órán belül meg lesz. A következő 30% egy héten, 35% egy hónapon belül. A maradék 5% azonban 90 napon túl sem kerül elő. Őket tekintik valódi eltűnt személyeknek. Magyarországi rendőrségi tájékoztatás szerint a legalább 90 napon át tartó eltűnés mögött sokszor egy válás utáni gyermekelhelyezési vita áll, ahol az egyik szülő egy másik országba viszi gyermekét. Ez persze ugyanúgy bűncselekmény, de nem gyermekrablás vagy emberkereskedelem. Az életellenes vagy a súlyos bűncselekmények miatt eltűnt fiatalok száma így összességében szinte elhanyagolható. Az is fontos, hogy a rendőrség országtól függetlenül egyetlen eltűnt gyermek megtalálásáról sem mond le. Gondoljunk csak például a 2007-ben Portugáliában eltűnt brit kislány Madeleine McCain ügyére, akit annak ellenére is keresnek, hogy amennyiben életben van, már bőven elérte a nagykorúságot. Június 9-én európai parlamenti választásokat tartanak, ezen jogosultak részt venni a magyar állampolgársággal rendelkező vajdasági magyarok is. A részvétel feltételeiről, a szükséges regisztrációról Juhász Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség intéző bizottságának elnökét kérdezem. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Mi a teendője annak, aki részt vett már korábbi magyarországi választáson, legyen az helyi, legyen az európai uniós? Hát a nagykorú szerbiai lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok, vajdasági magyarok jellemzően részt vehetnek az Európa Parlament és az országos választásokon Magyarországon, de ez nem egy automatikus folyamat, a központi választási regiszterbe szerepelniük kell. Az a jó hír, hogy a vajdasági magyarok nagy része szerepel benne. Nagyon sok értesítő levél érkezett itt az elmúlt időszakban, március folyamán az értesítési címekre. Három típusú levelet kaptak, azok, akik vélhetően részt vettek az utolsó két évvel ezelőtti parlamenti választásokon, őket értesítették róla, hogy szerepelnek a regiszterben, és hogy várják, hogy részt vegyenek az Európa Parlamenti választásokon. Ha adatokat kellene egyeztetni, vagy módosítani, akkor azt megtehetik az űrlap kitöltésével, amit vissza kell juttatni május 15-én 16 óráig, vagy a Nemzeti Választási Irodába postai úton. Ez mondjuk a legkockázatosabb, hiszen a postai úton hosszadalmas, mire visszajut, de saját maga, vagy pedig felhatalmazott személy által le tudja adni a szabadkai, Magyarország szabadkai főkonzulátusán, de online is meg tudják ugyanezt tenni az emberek. Vannak olyanok, akiknek a regisztráció hamarosan lejár, hiszen régen nem vett részt a választásokon, vélhetően 10 éve, és nem újult meg neki a regisztrációja. Értesítik, hogy hamarosan törlődni fog, amennyiben nem hosszabbítja meg, ugyanezen űrlappal tudja ezt megtenni. És vannak olyanok, akik még nem regisztráltak, az ő esetükben pedig a regisztráció a feladat, de ugyanezzel az űrlappal, ugyanezeken a módokon lehet megtenni. Aki nem kapott levelet és állampolgár és szerbiai lakcíme, ő nem kell elkeseredni, ettől függetlenül részt vehetnek a választásokon. Érdemes ebben az esetben egy online regisztrációt elvégezni, vagy pedig letölteni az űrlapot és azt visszajuttatni. Mindezek a lehetőségek rendelkezésére állnak, tehát minden vajdasági magyar, akinek szerbiai lakcíme van, levél szavazás útján részt vehetnek a soron következő Európa Parlamenti választásokon. Nézzük, hogy az elmúlt választások alapján hány vajdasági magyar vehet részt, és általában milyen részvételi arányról beszélünk? Hát azt gondolom, hogy az egyik, ha úgy tetszik, a legjobb választókörzet volt Vajdaság. Itt több mint 70 ezer
közel 80 ezer levélszavazat érkezett meg két évvel ezelőtt a Vajdaságba, és több mint 60 ezeren, közel 65 ezeren leadták a voksukat a választásokon, a magyarországi országgyűlési választáson, éltek a szavazati jogukkal. Ez egy igen nagy arány, és azt gondolom, hogy fontos részt venni. Állampolgári jogok mellett kötelezettségek is vannak, és mindig azt mondjuk, hogy a választásokon a részvétel, a voksolás az egy ilyen állampolgári kötelezettség, és mindenkit arra biztatunk, hogy vegyenek részt. Nézzük akkor, hogy mire számíthat az, akinek érvényes regisztrációja van. Kap egy levél csomagot, ugye majd a választáskor. Erre mikor számíthatunk körülbelül, és mi a teendő? Egy picit még visszakanyarodnék a regisztrációhoz. Nagyon fontos, hogy május 15-ig lehet ezt megtenni, és most erre a részre szeretnék koncentrálni. Mindenkinek tanácsolom, hogy használja, éljen a lehetőséggel, aki esetleg nem emlékezik, nem kapta meg a levélcsomagot, nem tudja, hogy a konzulátusra kérte, vagy pedig a lakcímére, változott a lakcíme. Mindenképpen az adatmódosítást, vagy a regisztrációt azt töltsék ki. Fontos, hogy aki a konzulátusra kérte a levélcsomagot, az csak ott tudja személyesen felvenni. Ha ezen módosítanak, akkor ezt de mindenképpen... De aki nem emlékszik, hogy hova kérte, hol lehet ezeket leellenőrizni egyébként? Olyan fontos, hogy Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa a maga hatáskörében, illetve a CMH iroda munkatársa és a VMS irodának munkatársai helyi emberei segíteni fognak, úgyhogy van kihez fordulni, hogyha esetleg az online regisztrációban elakad valaki, vagy kérdése van, de nagyon fontos kiemelni, és nagyon fontos leszögezni, hogy egyetlen egy helyen tudják megkérdezni, hogy szerepelnek-e a névjegyzékben, és hogy az adataik azok mit mutatnak, hova kérték a csomagot, ez pedig személyesen Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán, azaz alapvetően a külképviseleteken, de az esetünkben a legkézenfekvőbb, hogy Szabadkai Főkonzulátuson tegyék ezt meg. A főkonzulátus saját hatáskörben április 15-e és május 14-e között egy meghatározott idősávban 16, illetve 15 és 16:30 között, tehát minden nap munkaidő végén másfél órában előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja majd a választópolgárokat, és a kérdésekre válaszolnak. Azok, akik viszont az űrlapot szeretnék kitölteni, azok helyben a CMH iroda irodákban, illetve a CMH munkatársainál, akár a VMS irodákban és a VMS helyi emberénél tudnak érdeklődni, kérdezősködni. Mi nem tudjuk, nincs belátásunk, nem betekintésünk az adatbázisba, de a kitöltésben tudunk segíteni, mi azt gondolom, hogy nagyon fontos. És azt gondolom, hogy az is sokat segít majd, amikor a oktató videókat készítünk, és ezt is majd a közösségi médiában közretesszük. Úgyhogy mindenki el tudja maga is végezni, de hogyha esetleg bizonytalan segítségre van szükség, akkor ezt is meg tudja tenni. Nagyon sokszor ilyen magyarországi választásoknál halljuk azt, hogy ha adatváltozás van, akkor ezeket be kell jelenteni. Milyen adatváltozás az, ami azt igényli, hogy azt bejelentsük? Tehát gondolok itt lakcímre, vagy ha valaki férhez megy, vagy ilyesmi. A névváltozás egyrésztről fontos a névváltozást bejelenteni, de ettől még talán fontosabb a lakcímnek a bejelentése, hiszen a választási regisztrációnál megadott lakcímre érkezik a levél. Ha valaki elköltözött, azt nem tudja a Nemzeti Választási Iroda. Tehát ez a megadott lakcímre érkezik, az a levél lehet, hogy nem kerül el a választópolgárhoz, ilyen értelemben ez gondot jelentett, úgyhogy be kell jelenteni. Különbséget kell tenni a tartózkodási hely és a bejelentett lakcím között? Hát a saját lakcím az az értesítési cím is, tehát azokat az adatokat kell megadni, amelyek szerepelnek a személyazonosító dokumentumban, illetve a magyarországi anyakönyvi adatok között is, úgyhogy mindenkinek a saját lakcímet kell megadni, és ha ez változott, akkor azt módosítani kell, és nagyon fontos, hogy lakcímre vagy konzulátusra kérheti a levélcsomagot, ezt
fontos tudni. A lakcímre meg fog érkezni postai úton, a konzulátusa viszont az adott időben majd fel kell jönni és át kell venni személyesen. Várhatóan ugye 15-én lezárul a regisztráció, és nagyjából 20-a után, 25-e és június 8-a között tudják majd átvenni a konzulátuson, leadni, illetve hát majd ebben az időszakban, ahogyan eddig is a levélszavazatok kitöltésében is segíteni fogunk, hiszen a pontos kitöltés az nagyon fontos, a pontatlan kitöltés az érvénytelen szavazatot jelent, és hát az lenne a cél, hogy ha már valaki élni szeretne az állampolgári kötelességével, jogával szavazzon, akkor azt gondolom, hogy fontos az, hogy ez pontos legyen és érvényes legyen a szavazat. Nyilvánvaló, ezért szavazunk. A Vajdasági Magyar Szövetség milyen kampányt tervez? Említett oktató videókat, de gondolom komolyabb kampánnyal készülnek, ezen kívül még az EP választásokra. Hát azt gondolom, hogy ez majd napirendre kerül, és ahogyan eddig is teljes kapacitással beleállunk a kampányba. Most viszont a választási regisztrációra, a választási és való részvétel előfeltételnek a teljesítésére koncentrálunk, úgyhogy május 15-ig a választási regisztrációs adatmódosítás kérdéskörére fekszünk rá, és segítünk mindenkinek, akinek szüksége van arra, hogy regisztráljon, hogy módosítsa az adatait. Ez most az elsődleges cél, majd utána következik a kampány. Akkor még visszatérünk a témára. Ez így van. Köszönöm szépen, hogy a vendégem Köszönöm volt. Köszönöm a lehetőséget. A vízhálózat bővítése a Szabadkához tartozó Makhetes és Zorkahelyi közösségek területén, a Palicsi Egészségház felépítése, egyebek mellett ezeket a beruházásokat is magába foglalja Szabadka város 2024-2026 között időszakra vonatkozó fejlesztési terve, ami napirendre kerül a VKT soron következő ülésén. A képviselők egyebek mellett határoznak Szabadka város alapszabályának módosításáról is, összhangba hozzák azt a honvédelemről szóló törvénnyel. A részleteket dr. Pásztor Bálint, a VKT elnöke ismertette sajtótájékoztatóján. Elsőre várnak a vajdasági gazdák, komolyabb csapadék már hetek óta nem áztatta a földeket, így nem csak a növények szomjaznak, hanem a kukorica vetése is nehézségekbe ütközik. Az előrejelzések pedig nem sok jóval kecsegtetnek, a folytatásban is marad a száraz, szeles, koranyárias időjárás. Erős földrengés rázta meg Tajvan szigetét, a földmozgásnak több halálos áldozata, valamint több mint 700 sérültje van. A rengés a Richter-skála szerinti 7,4-es erősségű volt. Ilyen erős földmozgás az elmúlt 25 évben nem történt a szigeten. A földrengés földcsuszamlásokat idézett elő, 26 épület összedőlt, emellett utak rongálódtak meg, egyes szigetrészek pedig áram nélkül maradtak. A rengést Japán déli részén, Kelet-Kínában és a Fülöp-szigeteken is érezni lehetett. Már lehet pályázni a 2024-es Szülőföldön magyarul programra, amelynek célja a külhoni fiatalság támogatása bölcsödétől egészen a felsőoktatásig. A magyar oktatás a megmaradás legfontosabb alapja Magyarországon, a Kárpát-medencében és a diaszpórában egyaránt, mondta Potápi Árpád János a Szülőföldön magyarul program idei pályázati felhívásaival kapcsolatos sajtótájékoztatón. A magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelt, hogy a támogatást 2023-ban minden magyar gyermek, illetve hallgató számára jelentősen megemelték, ezt az összeget pedig idén is biztosítják. A Szülőföldön magyarul program 2002-től indult el, a 2002-2003-as tanévtől jár ezzel támogatás, a státusztörvény alapján indítottuk el még az első Orbán kormány idején ezt a programot. Ennek közoktatási része van, illetve felsőoktatási része, tehát az oktatási nevelési támogatásról beszélünk, illetve a hallgatói támogatásról. Mindkét támogatásnak az összege a tavalyi esztendőben jelentősen megnőtt, addig ugye 22.400 forintról beszélhettünk, illetve volt egy
rövid időszak, néhány év sajnos, amikor még annak az összegét is csökkentettük 17.500-ra. Ezt vissza tudtuk pótolni 22.400-ra, de azért látnunk kell azt, hogy 20 évvel ezelőtt, meg most a 22.400 forint más értéket képviselt, más értéket jelentett, és ezért a 2022-es magyar állandó értekezleten elhangzottaknak megfelelően, amelyeket miniszterelnök úr mondott el, egy jelentős emelést tudtunk végrehajtani. A 21-22-es tanév végén járó összeget már a kormány Kárpátalja esetében már akkor 100 ezer forintra tudta emelni, és tavaly ősztől, tehát 23-tól pedig minden magyar gyermek ezt az emelt összeget kaphatta meg először, természetesen Kárpátalján már a második alkalommal. Az idei esztendőben ez szintén 100 ezer forint lesz. Hogy mindenki értse ezt, mert azért ez a gazdasági év és az oktatási év keveredik, mindig az oktatási tanév végén, illetve az új kezdetén nyújtjuk az adott évfolyamot elvégzett gyermekeknek, illetve szüleiknek ezt a támogatást. Tehát, hogyha valaki elsősként megkezdi a magyar oktatási rendszert, és előtte mondjuk nem volt óvodás, akkor ezt amikor megy másodikba, akkor fogja kapni. Ez nem mindenkinél világos, és a kommunikációban is néha egymásra csúsznak ezek a dolgok, azért szerettem volna ezt egy kicsit így rendbe tenni. Kinek nyújtjuk a szülőföldön magyarul támogatást? Erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, Horvátország és muravidéki óvodásoknak, általános és középiskolás diákoknak, és a főiskolai egyetemi hallgatóknak a felső oktatási támogatást tudjuk, hallgatói támogatást tudjuk nyújtani. A támogatási kérelmeket ezentúl kizárólag elektronikusan az újonnan létrehozott mi.hu oldalon lehet benyújtani. A program digitalizációjához a Rákóczi Szövetség is hozzájárult, hogy még több gyerekhez jusson el a pályázat. Ezzel kapcsolatban beszélt a sajtótájékoztatón Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke. A Szülőföldön Magyarul program több mint 200 ezer jogosult óvodást, diákot, illetve egyetemi hallgatót érint a felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, a Vajdaságban, Horvátországban és nem utolsó sorban Szlovéniában. A mi.hu digitális felület azzal a céllal jött létre, hogy a kérelmek benyújtását egyszerűbbé és kényelmesebbé tegye, illetve hogy közvetlen kommunikációs kapcsolatot hozzon létre a támogató és a támogatottak között. A felület kialakításának legfontosabb szempontja az volt, hogy felhasználó barát legyen. A mi.hu felületen a szülők a regisztráció első lépéseinél kiválaszthatják azt az országot, ahol a gyermekük oktatási intézményt látogat, és ezt követően országspecifikusan tudják kitölteni a kérelemhez szükséges adatokat, illetve feltölteni az ahhoz szükséges dokumentumokat. A digitális felület kitöltésénél a mi.hu oldalon országra szabottan elérhető oktatóvideó, beépített automatizmusok, illetve a felmerülő kérdésekre egy chatbot is válaszol. Az elmúlt időszakban a külhoni lebonyolító szervezetekkel közösen igyekeztünk felkészíteni az egyes oktatási intézményeket is arra, hogy tájékoztatni és segíteni tudják a szülőket. A külhoni lebonyolító szervezetek, itt ahogy államtitkár úr is elmondta, a felvidéken a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Kárpátalján a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány, Erdélyben a Romániai Pedagógusok Szövetsége, Vajdaságban a CMH Iroda, Szlovéniában a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és Horvátországban a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma központjai, illetve munkatársai is készen állnak a tájékoztatásra, illetve a segítségre. A Rákóczi Szövetség erre a célra létrehozott egy ügyfélközpontot, ami szintén elérhető egész április folyamán, május 3-áig munkanapokon, munkaidőben. Ahogy elhangzott, az idei évtől a kérelmek
kizárólag elektronikusan a mi.hu felületen nyújthatók be április 3-a és május 3-a között. A kérelmek érvényességét az imént felsorolt külhoni lebonyolító szervezetek vizsgálják, akik az esetleges hiánypótlásokat is elektronikusan küldik a kérelmezőknek számos beépített automatizmus segítségével. Fontos hangsúlyozni, hogy a szülők a regisztrációkor olyan e-mail címet adjanak meg, amit használnak, hiszen a későbbiekben a kérelem státusához, illetve az esetleges hiánypótláshoz kapcsolódóan minden információ erről a címre érkezik majd. Azok a kérelmezők, akik valamilyen okból nehézségbe ütköznek a kérelem benyújtásában, segítséget kérhetnek gyermekük oktatási intézményétől, illetve akár olyan családtagjuktól, ismerősüktől is, aki segíteni tud az elektronikus felület kezelésében. A mi.hu felületen a szülőknek a kérelemhez szükséges adataikat és dokumentumaikat csak egyszer kell kitölteni és feltölteni. A későbbi években a felhívás közzétételét követően a kérelmek benyújtása a mi.hu felületen egy kattintással újra benyújtható, csak az esetleges adatváltozásokat kell módosítani a kérelmezőnek. A holland hatóságok néhány hete visszavonták a piacról a Szerbiából származó fagyasztott medgyet, mert a gyümölcsben a megengedettnél magasabb mértékben voltak jelen növényvédőszerek. Arról, hogy ezzel kapcsolatban milyen szabályok vannak érvényben Szerbiában és az Európai Unióban, Bognár Pásztor Hajnalka, növényvédelmi szakmérnökkel beszélgetek. Jó napot kívánok, köszöntöm a műsorban. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Ugye a szerbiai medgyben a dimetoát nevű rovarölő mennyisége volt magasabban megengedett mértéknél, tehát milyen összetevői vannak ennek, és miért veszélyes? Ezt a dimetoát hatóanyagú szert már régóta nem forgalmazzák az országunkban, úgyhogy fogalmam sincs, hogy hogy került a megybe. Lehet, hogy valami fekete utakon elkerült egyes termelőkhöz, akik alkalmazták. Egyébként ez egy felszívódó rovarölő, amely úgy hat, hogy a növényben, hogyha benne van a szúrószívó szájszervű állatok ellen, például a tetvek ellen, illetve a megynél el tudom képzelni, hogy a cseresznyelégy ellen alkalmazták. Elég hosszú a hatás ideje, úgyhogy én szerintem ez volt itt a probléma, hogy volt még vagy raktáron volt, azoknak, akik alkalmazták, mert bevonták, hogyha jól tudom, egy jó pár évvel ezelőttről már nem lehet kapni a mezőgazdasági gyógyszertárakban, se nagy kereskedelemben, sem kiskereskedelemben, csak is ez lehet az oka. Tehát ilyen, hogy maradványokban ilyenben nem gondolkozok, mert annyira nem környezetterhelő, hogy megmaradjon a növényekben, és utána a következő termésnél felszívódjon, úgyhogy ez ilyen baki lehetett. Vannak még egyébként ilyen szerek, amiket használhatnak? Nagyon sokat bevontak az utóbbi időben, ezt az Európai Uniós előírásokból következően, tehát a Szerbia is alkalmazza ezeket az előírásokat, és fokozatosan vonják be főleg a rovarölőket, és főleg azokat a rovarölőket, amelyek hatékonyak voltak bizonyos káros rovarok ellen. Tudunk néhány konkrétumot mondani, hogy melyeket mondták? Hát például a klórpirifosz hatóanyagú szert bevonták, akkor bevonták a konfidort, aminek imidakloprid a hatóanyagja. Ezt az imidaklopridet úgy is alkalmazták, mint csávázó szert, és állítólag még a pollenjében napraforgónak is megtalálták. Tehát a magot csávázták vele, és a pollenbe is megtalálták. Ez az úgynevezett neonikotinoidok csoportjába tartozó rovarölőszereknek az egyik képviselője. Egyébként az összes többit is majdnem, hogy bevonták.
volt egy olyan nevezeti, hogy kalipszó, tiakloprid, vagy az acetamipridot azt hiszem még meghagyták, nem azt hiszem, hanem biztos vagyok benne. Nálunk is és Magyarországon is vannak még olyan növényvédő szermárkák, amelyek ezt a hatanyagot tartalmazzák, és lehet őket alkalmazni, meg van az, hogy meddig kapták meg ugye a hatóságoktól a regisztrációt, nem tudom én változó. Mi az, amit lehet használni most ilyen célokra? Nagyon legyérítették a palettáját a rovarölőszereknek, és hát sajnos tanúi vagyunk annak, hogy szárazság van, és ilyenkor jobban támadnak a kártevők. Itt gondolok a talajbolhákra, levéltetvekre és egyéb kártevőkre, amelyek vagy a kis növényeket, vagy a fiatal hajtásokat károsítják, és nagyon oda kell figyelni a termelőknek, mert ugye az utóbbi időben keletkezett előírások, előre látják azt is, hogy integráltan kell hozzáállni a növényvédelemhez, tehát a rezisztencia irányítás jel, tehát hogy nem egy hatóanyagot sűrűn használni, hanem kombinálni hatóanyagokat, hogy ne fejlődhessen ki rezisztencia. Itt most a levéltetvekről, hogyha beszélünk, több nevezet, sőt, nagyon sok nemzedékes fajok, mert több száz van regisztrálva, és egyszerűen, hogyha egy oldalon permetezünk, akkor nem lesz hatásos a permetezés. És nem tudunk most már lassan mihez nyúlni, megmaradtak a piretroidok csoportjába tartozó rovarölők, amelyek rögtönölő hatásúak, és egy pár, amely mondjuk rá mély hatású, vagy netalán felszívódó, de nagyon-nagyon kevés az a szer, amelyet tudunk alkalmazni ilyen célból. Mi jellemző egyébként a vajdasági gazdákra, sokat permeteznek? Hát az utóbbi időben úgy vettem észre, hogy nem annyira sokat permeteznek, ez annak is tudható be, hogy eléggé borsos áruk van a peszticideknek, nem mindegyiknek, de általában amelyek hatásosak, azoknak van áruk, meggondolják. Másrészt pedig a növényvédelemben az előrejelző szolgálatnak a működése, már itt immár 10 éve, több mint 10 éve, 14 éve, 2010-ben kezdődött, elterjedt egész Szerbiára ugye az alkalmazás, és ingyenes a termelőknek, ez az első előnye, a második pedig, hogy napra kész adatokat tudnak szolgáltatni, és az itt a cél, hogy a lehető legkevesebb kezeléssel megvédjük a növényeinket úgy, hogy abból ugye a termések kárára ne menjen. Ha nekünk van otthon gyümölcsfánk, azt mivel érdemes permetezni most? A gyümölcsfák azok elég komplex növényvédelmet igényelnek. A csonthéjasokra és az almatermésűekre szoktuk általában osztani. Az almatermésűeknél sokkal több kártevő és kórokozó van, mint a csonthéjasoknál. Az almatermésűeknél ugye a varasodás a legproblematikusabb betegség. Mondjuk rá kiskertben azért nem annyira fektetnék rá hangsúlyt, mert hogy kozmetikai károkkal jár a gyümölcsön, hogyha az ember nem akar ugye peszticides almát enni, akkor azt úgy elnézi. A piacra, amikor nagy termelők termelnek, akkor a védelem az első részére a vegetációnak szokott tevődni, hogyha ezeket az elsődleges fertőzéseket meg tudjuk akadályozni, ehhez szükségeltetik ugye nedvesség is. Az idén jó esélye lehet, hogy ezek a primér fertőzések, ezek nem fognak annyira nagy mértékben jelentkezni, mivel hogy van ugye relatív páratartalom, hogy így nevezem, de viszont én szerintem az a
feltétel nem valósult még meg, amivel terjedhet ez a betegség. A másik komoly betegség a lisztharmat, ami mindenhol jelentkezik, érzékenyebb fajtákon főleg, de hát ez is mondjuk rá kiskertekben nem igazán. Én mondjuk rá, hogyha kertet nézzük, akkor a téli lemosó permetezést ajánlanám, esetleg a csonthéjasoknál a monilli ellen egy permetezés virágzásban, és ennyivel befejeznénk, tehát a nagy termelőknek pedig majd megnézik a honlapon, tehát ott van mit tenni. Beszéljünk egy kicsit az Európai Uniós szabályozásokról. Mennyivel szigorúbbak az EU-s szabályok a vegyszerhasználatot, illetően Szerbiához képest? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy mi már igazodtunk az Európai Uniós előírásokhoz, és ezeket az imént említett szereket, hatóanyagokat, ezt az Európai Unióban betiltották, akkor ugye a mi minisztériumunk is követi ezeket az előírásokat, és úgy vonja ki a forgalomból ezeket a szereket, amelyeket az Európai Unióban betiltottak. Vannak olyan érdekes esetek is, amikor nálunk bevonják, és még nem tudom én valamelyik országában az Európai Uniónak meg még alkalmazzák, de ezek nagyon elenyésző esetek, de a legtöbb, tehát követjük a trendet, úgy kell. Ja, ha vannak szabályok, akkor nyilván ellenőrizni is kell őket, illetve a betartásokat. Mennyire szigorúan ellenőrzik a permetezést Szerbiában? A permetezést, mint olyan nem, de a terményekben való hatóanyag maradványokat. Tehát ott tudják kísérni. Igen, szokták ellenőrizni, főleg, hogyha tudják, hogy kivitelre kerül az áru. Én úgy gondolom, hogy tavalytól, ha jól emlékszek rá, vagy tavaly előttől ne fogjanak szalamon, de a kivitelre készülendő árut be kell vizsgáltatni a gazdának. Volt egy problematikus szállítmány, azt hiszem, hogy Horvátországban tavaly előtt, ami szintén valamilyen vegyszermaradványt tartalmazott, és azóta kötelező a terményeknek a bevizsgálása kivitálkor. Ezt most behozatalkor szintén vesznek mintát a határon, és vannak olyan laboratóriumok, amelyek ezzel foglalkoznak, hogy bevizsgálják. Mi történik, hogyha esetleg valakinél ilyet észlelnek? Vannak-e szankciók esetleg, ha megsértik a szabályokat? Egyedüli szankció az, hogy nem viheti ki az áruját. Nem tudom, hogy mi történik. Tehát Szerbiából nem viheti ki? Nem. De itt értékesítheti? Hát én szerintem zárlat alá kerül, hogy most azután mi történik vele, ez az inspekció dolga, annyira nem foglalkozok vele, mivel hogy már 4 éve nem vagyok a szakmában, azért egy kicsit így most nem követem ezeket a... Az ilyen esetek egyébként mennyire nehezítik meg a szerbiai gyümölcs exportot? Eléggé nehéz egyébként is. Az orosz piac elvesztésével nagyon sokat vesztettek a gazdák. Tanulni vagyunk annak is, hogy környékünkön ugye az almásokat szedik ki, nem kifizetődő nekik, nem tudnak új piacot találni. Az egyik, a másik pedig, hogy a minőséggel is gond van, de beszélhetünk itt a szerbiai gyümölcstermelőkről is, a málna termesztőktől kezdve, megy, barack és így tovább, tehát az orosz piac az mindent elnyelt. Most, hogy őnekik sikerül-e, de ez már szerintem egy ilyen közös stratégiai pont kell, hogy legyen a minisztériumnak kéne felkarolni ezt az ügyet, hogy keressünk egy olyan biztos piacot, ahova minden gyümölcsöt el lehetne passzírozni. Nem mondom, hogy egyet, hanem
olyan piacokat, ahova el lehetne adni az árut. Mert én úgy gondolom, hogy nálunk azért a termelők eléggé rendesek, hogy úgy mondjam, odafigyelnek. Főleg, mint már említettem, ugye, hogy van nekik segédeszközük is, honlap, szaktanácsadás, Vajdaságban 12 szaktanácsadó szolgálat van, amely ugye az állam fennhatóság alatt van, szaktanácsadókkal bármely pillanatban kaphatnak tehát tanácsot. Tehát van, hol tájékozódni a termelőknek. Így van. Bognár Pásztor Hajnalkának köszönöm, hogy a vendégem volt. Köszönöm a lehetőséget. Pénteken kezdődik a 28. Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozója. A házigazda idén a Nagykikindai Egységművelődési Egyesület. Nézzünk bele a Bácskertesi Társulat tavalyi előadásába, majd a stúdióban folytatjuk. Mit csinálnak maguk itt? Terítünk a vacsorához, biztonságos asszonyom. A parkettán? A Juli is elejtette a tálcát. Szent Isten, és összetört valami? Semmi. Ügyetlen perszóna. Miért nem gyújtsa fel a csillárt és a kandallóbarakot? Ha a vendégek csak 9 órakor érkeznek, gondoltam addig takarékoskodom a világítással. Maga ne takarékoskodjon a mi számlánkra. Hála Istennek, mi arra nem vagyunk rászorulva. Bocsánat, erre utasítást kaptam. És ki adta magának ezt a kispolgári utasítást? A nagyságos úr. Hányszor mondtam már, hogy a hőmet nem nagyságos úrnak, hanem vezér igazgató úrnak kell szólítani. És most gyújtsa fel a csillárt. Ahogy parancsolja, méltóságos asszonyom. Guzdi! Kezi csókolom, mama! Ügyes, hányszor mondtam már magának, hogy a nevemen szólítson? Bocsásson meg, kedves Valéria, de ma olyan ideges vagyok. Guzdi, kérem, segítsen! Igenis. Rendben van minden, kedves Valéria? Itthon igen, és mi van Kennedy-kkel? Végre megérkeztek, és ők kitűnő hangulatban vannak. Beszélt már velük? Ugyan, hogy beszéltem volna velük? Először is nem tudok angolul, másodszor is én a pályaudvaron vártam őket, ők pedig repülőgéppel érkeztek. Apropó, Gustav, a sofőr menjen vissza 10 perc múlva a Kennedy-kért a Ritzbe. Igenis. Vendégem a stúdióban Csuváli Tamara, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szakmunkatársa. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Örülök, hogy itt lehetek. Hát melyik előadással indul a színjátszó találkozó? A színjátszó találkozó most pénteken 5-én természetesen a házigazdának az előadásával indul, az Egységművelődési Egyesületnek a dráma tagozata fog fellépni, ők lesznek először, akik a zsűri elé és a vendégek elé állnak a színpadon, és azt követően pedig 12-ig valójában minden nap láthatóak lesznek előadások. Lesz olyan nap, amikor egy, van, amikor pedig akár 3 is. Beszéljünk egy kicsit a nyitónapról, nem csak előadás lesz ott más is. Természetesen azon a napon lesz egy kiállítás megnyitó is az Egység Művelődési Egyesületnek a szakosztályairól, és azt követően pedig az ünnepélyes megnyitója a rendezvénynek, és utána pedig érkezik ki kint. Mit ad elő az Egység? Az Egység a Himnusz című előadást készítette. Beszéljünk akkor, hogy milyen előadásokat láthatnak a további napokban a kedves közönség. Vajdaság különböző részéről érkeznek a csoportok, és tényleg nagyon sokszínű a repertoár lesz, dráma is, vígjáték, musical, népszínmű, tényleg nagyon-nagyon vegyes, úgyhogy szerintem mindenki megtalálja a saját ízlésének valót. Lesznek olyan csoportok például, akik most újonnan érkeznek, ilyen például Csonopja vagy a Topolyai Fosszilis Mosolycsalók csapata, viszont vannak olyanok, akik néhány évig kimaradtak, ilyen például Szajám, vagy Magyar Kanizsa, és a többiek pedig már elég rutinosak ezen a rendezvényen, úgyhogy ők visszajáruk. Szombaton és vasárnap mit láthat a kedves közönség? Milyen előadásokat emelnél ki?
Szombaton, április 6-án a Palicsi Magyar Művelődési Egyesület Palicsi Színjátszó Grundja fog fellépni. Emilyvel ez egy filmadaptáció lesz, úgyhogy nagyon érdekesnek hangzik. Vasárnap pedig az újvidékiek érkeznek, a Színes Szilánkok Diák Színpad, akik a Pál utcai fiúkkal készülnek, úgyhogy ezt is szerintem érdemes megnézni, ha már egy hétvége is azért sokan szabadabbak vagyunk, de a hét folyamán is lesznek nagyon érdekes előadások, például a Temerini Játszunk Trap, ők Portugál című előadással készülnek, és akikre én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, az a Csonopjai Minden Szentek plébánia ifjúsági csoportja, ők azt mondták, a Villa Üres előadással jönnek is, és nekem annyira motiváltak és elhivatottak ezt kapcsán, hogy ők most először jönnek, és sokszor voltunk itt telefon kapcsolatban, és ezért is nagyon várom az ő előadásokat. Sok fiatal lesz idén az amatőr színjátszó találkozón? Igen. Érkeznek olyan csapatok, amelyekben mondjuk kizárólag fiatalok vannak, de ugye olyanok is, ahol vegyes korosztály van, tehát vannak felnőttek és fiatalabbak is. Lesznek egyébként kísérő programok is? Igen, lesz szombaton 13-án egy gyermek ifjúsági program. Ez 15 órakor fog kezdődni az Egységművelődési Egyesületben. Ekkor egy gyermekrajzokból összeállított kiállítás megnyitóval kezdenek, és a házigazdák készültek egy ilyen interaktív játékos foglalkozással a délután folyamán. Ugye a színjátszó találkozónak mindig van egy versenyjellege is. Ki lesz idén a zsűri? Róluk mit kell tudni? 3-tagú zsűri érkezik majd a találkozóra. Brestjánszki Boros Rozi, ő már, hát nem tudom pontosan hagyandjára, de sokszor volt már a találkozón, Lőrinc Tíme, ő másodszor, és a legifjabb pedig Magyar Zsófi, aki először érkezik ilyen formában a találkozóra. Ha már zsűri van, akkor ezek szerint lesz valamilyen formában értékelés, és esetleg díjak is? Természetesen a két fődíj mellett rengeteg külön díjazott lesz, és nagyon jó lehetőségek, például táborozás, lehetőségek, vagy akár az egyik díj azzal jár, hogy Vajdaság színházaiban megmutathatja magát az adott csoport. Mikor lesz eredménye a színjátszó találkozónak? Mikor derül ki, hogy ki mit nyert, ki hogyan szerepelt? A gálán, az ünnepi díjátadón, ami április 14-én lesz, és azt követően pedig lesz egy vendégjáték is, a Zentai Magyar Kamara Színház a De mi lett a nővel című előadást játsza majd a közönségnek. Ugye nagyon sok előadást láthat majd a közönség, van ennek valamilyen anyagi vonzata, kell-e belépőt fizetni, és ha igen, akkor mennyibe kerül? Az előadások azok teljesen ingyenesek, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy aki csak megteheti, az ez a néhány nap alatt látogasson el a Kikindára. Még egy fontos információ, akit érdekel a részletes program, ezt hol találhatja meg, hogy most néhány előadást kiemeltünk, de aki részletesen szeretné megnézni, ezt hol teheti meg? Elérhető például a Művelődési Intézetnek a honlapján is, de a Facebook oldalunkon, a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszás oldalon minden lényeges információ, a program, a plakát, a fotók majd az eseményről, úgyhogy azt is érdemes követni és nézni, hogy mi zajlik Nagykikindán. Hát reméljük, hogy sokan ellátogatnak Nagykikindára a hétvégén. Csóvári Tamarának köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál. Én is köszönöm. Ez volt már a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap Loboda Árpád várja önöket hírháttérműsorunkban. Szép estét, viszontlátásra!